Én már 20. alkalommal adott otthont a Miklósfai Mindenki Háza a Répa Fűző Fesztiválnak. A rendezvény megálmodói 2001-ben tűzték ki célul, hogy nagyobb figyelmet szentelnek a városrész gasztronómiai büszkeségének, a savanyú répának és az abból készített ételeknek. Egy taktársunk, egy vezetőségi taktársunk, Karácsony József, vetette fel az hogy hogy eznek hagyományt kéne teremteni itt Miklósván, és a vezetőség erre vevő volt. Tehát így indult el 20 éve ez a rendezvény, ami azóta is életben van, és nagy érdeklődés kíséri, és boldogat hát ez bennünket, hogy ilyen sok érdeklődőt vonz. Az évek során egyre többen csatlakoztak a rendezvényhez, de olyan is akad, aki a kezdetektől fogva készíti a répás specialitásokat. Aki egyszer elkezdi, és a szívvel lélekkel csinálja, az nem tudja abba hagyni. Például egyedül vagyok az, aki elejétől kezdve készítem is hozom a fesztiválra ezúttal 30 fajta étel különlegességet neveztek be. Az étészek elmondása szerint a főzőverseny résztvevői komoly feladat elé állították őket, hiszen mind állagban, mind minőségben kimagasló fogásokat alkottak. A répa az mindenképpen szerepelni kellett mindenféle ételben, mert csak úgy versenyezhettek, hogyha a répa jelen volt. Aztán hoztak vardisznót, húst is, aztán szűzpercsenyéket, tehát olyan húsokat is hozzatettek, ami nem igazán jellemezte ezt a régi füstöl füstölcsülkő ezek általában jelen voltak. A sütemények meg kimondottan jól sikerültek. Ott is dominált a répa, de azért a cukrászathoz illő édességeket is ki tudtuk belőle hát hozni. A kereké forduló alkalmából a rendezvény főszervezőit, Cupi Gyulát a Közművelődési és Városszépítő Egyesület korábbi elnökét, valamint helyes Zsuzsannát, a Mindenki Háza vezetőjét is köszöntötték. Legnagyobb meglepetés azonban köteles Józsefnét, az Egyesület jelenlegi elnökét érte, aki a fesztivál napján ünnepelte születésnapját. A Miklósfai szervezetek így őt is megünnepelték. Isten kérdése, nagyon jó, nagyon jó, nagyon, nagyon, nagyon sok A megnyitót követően a hangulatot Akan és a Kanisa Big Band koncertje fokozta. A hagyományos kategóriát ezúttal Horváth Imréné és Pál Dorka nyerte, míg a répás ételkülönlegességeknél Panka és nagy bizonyult a legjobbnak, az édeségek esetében pedig Imrei György végzett az első helyen a jubileumi külön a Mindenki Háza, a zsűri külön díjat Imrei Zsuzsanna, a közönség díjat a BLG Répások csapata vihette haza.